Idén is országszerte megszervezik a Múzeumok Éjszakája elnevezésű rendezvénysorozatot május közepén. Természetesen most is számos újdonság és meglepetés várja a látogatókat. A Múzeumok Éjszakája Marosvásárhelyen május 17-én pénteken rajtol. A rendezvényt hivatalosan a Kultúrpalotában a 100 tagú cigányzenekar koncertje nyitja meg. A Múzeumok Nemzetközi Napján május 18-án szombaton lényegében minden múzeum éjszakai programmal is bővül. A szervező Maros megyei múzeum összesen 18 helyszínre várja a látogatókat. A rendezvény egyik fénypontja a Tonica kiállítás lesz a Kultúrpalotában, a marosvásárhelyi várban pedig a Puszták Aranya fogadja az érdeklődőket. A Teleki Téka kiemelt partnere a helyi rendezvénynek. Nyitjuk ugyanis a legújabb időszakos kiállításunkat, amely a Breck Slitris címet viseli. Ennek a kiállításnak röviden az a célja, hogy bemutassa azokat az angol könyveket, amelyeket az Angliában tanult diákok, illetve Teleki Sámuel szerzett be a Teleki Bólyai, a Teleki Téka és a Református Kollégium számára. De a múzeum pedagógiai, illetve gyerekfoglalkozások sem maradnak el. A kis teremben is rengeteg foglalkozás lesz, de a múzeum valamennyi helyszínén. Többnyire ezeket mindig kiállításokhoz kötjük, vagy olyan foglalkozásokhoz, amiben úgy a kisgyerekek, mind akár a nagyobbak is valamit tudjanak tanulni, és valamivel gazdagabbak legyenek. Az idei Múzeumok Éjszakája két újdonságot is hoz. A Néprajzi és Népművészeti Múzeumban az Illúziók Múzeumát hozzák el, ahol a látogatók mechanikai és optikai jelenségeket tapasztalhatnak meg. Megtudhatják, hogy miként működik az emberi érzékelés és az agy, illetve miért látunk olyan dolgokat, amelyeket az agyunk képtelen felfogni. Nem marad el a már megszokott éjszakai állatkerti program sem, de idén akár Mikházára is kilátogathatunk a Múzeumok Éjszakáján. Az idén először tartunk ott külön múzeumok éjszakai foglalkozást, és itt ugye római kulinaritásokat lehet megismerni, illetve a holobox kiállítást, és óránként lesz idegenvezetés a római pavilonoknál, a római erőterületén, illetve annál a népi portánál, amit a tavaly sikerült megvásárolnom. A Múzeumok Éjszakájára idén is karszalaggal lehet belépni. Ez felnőtteknek 10 lejbe, egyetemistáknak és nyugdíjasoknak 5 lejbe kerül, míg 6 éven aluliaknak, illetve fogyatékkal élő személyeknek ingyenes a belépő.